Köszöntöm az Innovízió nézőit! Tudományos magazinunkban ezúttal is három, a Szegedi Tudományegyetemhez kötődő témát mutatunk be önöknek. Elsőként ellátogatunk a Bolyai Intézet könyvtárába, majd a genetika tanszék Muslica törzsgyűjteményébe, végül pedig az optikai és kvantumelektronikai tanszék lézerlaborjába. Tartsanak velünk! Egy matematikus kutató munkáját szemben más természettudományi ágat művelő kollégájával nem terepen, laboratóriumban, nem különböző drága műszerek, vegyszerek segítségével végzi. Neki elegendő egy karosszék vagy egy séta a természetben. Elég egy ceruza és egy papír. Viszont fontos tudnia, hogy szerte a világban ki mit csinál az ő érdeklődési területén. Ehhez nyújt alapot például egy olyan könyvtár, mint amilyen a Bolyai Intézetben található. A Bolyai Intézet a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai karának matematikai intézete. Az a nagyívű fejlődés és eredményesség, amely a matematika itteni oktatását és kutatását jellemzi, még a kolozsvári gyökerekre vezethető vissza. Amikor a II. Világháborút követő területi elcsatolások után Szegeden kezdődött meg a munka, a matematika professzorai elengedhetetlennek tartották egy kutatást segítő könyvtár létrehozását. 1921 őszén, amikor elkezdődött itt Szegeden az oktatás, a matematika professzorok első feladata az oktatáson kívül az volt, hogy az oktatást és kutatást segítő könyvtárat is létrehozzanak. Ennek egyik módszere az volt, hogy az áttelepülő egyetem hallgatói, akik Kolozsvárról átjöttek ide folytatni tanulmányaikat, a náluk kint kikölcsönzött könyveket ide hozták vissza, nem pedig Kolozsvárra. Ez volt az egyik alap, a másik pedig az, hogy azonnal alapítottak egy matematikai folyóiratot, amelynek a segítségével szintén cserék és referálások útján a friss szakirodalmat be tudták szerezni. Nagyon gyorsan, nagyon aktívan fejlődött a könyvtár a kezdeti években. Rész Frigyes és Hár Alfréd érdeme az Acta Sectio Scientiarum Mathematicarum című lap elindítása, amit ma röviden csak aktaként emlegetnek. Ez volt az első magyarországi szakfolyóirat, amelyben idegen nyelven is lehetett publikálni, teret nyerve ezáltal a nemzetközi tudományos életben. Két saját kiadású folyóiratunk van, az úgynevezett Szegedi Akta, ez az első kötete, ez pedig most épp a legutolsó, tehát egy élő folyóiratról van szó. Ezt mindig az intézet oktatói szerkesztik, de a világ minden tájékáról jelennek meg benne cikkek. A másik folyóiratunk az a Polygon nevű folyóirat, amely egy szakdidaktikai magyar nyelven közlő folyóirat, és ez inkább középiskolás tanároknak, diákoknak szóló folyóirat. Ennek a folyóiratnak vannak könyv és jegyzett mellékletei, ezek pedig az itt folyó oktatást segítő szakirodalmat dolgozzák föl. Az Akta dr. Kércsi László szerkesztésében ma is a matematikai szakfolyóiratok élmezőnyébe tartozik, bár jóval több konkurenciája akad, mint kezdetben. A Bolyai Intézet könyvtárában megtalálhatók az eddig megjelent számai, a cserébe kapott és a vásárolt lapok, összesen több mint 500 féle folyóirat. A kutatók számára létfontosságú, hogy figyelemmel tudják kísérni a szakterületükhöz közel álló témájú publikációkat. Manapság nagy a publikációs kényszer, tehát persze matematikusok szeretik a matematikát művelni, és hát szeretetből is csinálják, hiszen ez az életük értelme, de ugyanakkor nem lehet ellustulni, mert publikálni kell azért, hogy a kinevezések megtörténjenek, hogy a pályázatokat elnyerjék, hogy konferenciákon részt tudjanak venni, hogy mondjuk a doktori iskola működni tudjon, hiszen a törzstagoknak aktívnak kell lenniük, tehát nagyon sok ösztönzés van az irányban, hogy egyre több és több publikáció jelenjen meg. A Bolyai Intézet könyvtárában mintegy 20 ezer kötet könyv és 30 ezer kötet folyóirat található. Hogy a kutatók számára mennyire elengedhetetlen az idegen nyelvek ismerete, jól példázza, hogy a jelenlegi állomány 95%-a nem magyar nyelvű. A szolgáltatásokat főként a matematikát művelő tanárok, kutatók, illetve a hallgatók veszik igénybe, akik kölcsönözhetnek is. Az olvasótermet viszont bárki használhatja.
napjainkban is kétféle forrásból bővül a könyvtár. Egyrészt megmaradt a bizonyos akta forrás csere révén, meg referálások révén. Hát másrészt vásárolunk, a vásárlásnak is többféle forrása van. Az oktatóink, itt a Bolyai Intézet oktatói, kutatói ugye különböző pályázati pénzek fölött rendelkeznek, és ezen pénzeknek a zömét könyvtárfejlesztésre fordítják, hiszen nekik ez a kutatási eszközük. A könyvtárfejlesztés az azt jelenti, hogy folyóiratvásárlás és könyvvásárlásra fordítják a pályázati eszközeik zömét. Hogy milyen könyveket vásárolunk, vagy milyen folyóiratokat vásárolunk, az pedig demokratikusan dől el. Az intézet tagjai összedugják a fejüket, és meg mindenki elmondja, hogy mit szeretne, és aztán egy tanács eldönti, hogy akkor most ebből mire van pénz, meg mire nincs pénz. A könyvtár legrégebbi könyve az 1763-ban megjelent Maróti aritmetika, vagy más néven debreceni aritmetika. Szeretném megmutatni a nálunk megjelent, vagy nálunk meglévő legrégebbi folyóiratot. Ez a úgynevezett Quelle Journal. Az első kötete 1826-ban jelent meg. Ebben a kötetben jelent meg Abelnek egy híres cikke, amely megmutatja, hogy már az ötödfokú egyenlet nem megoldható. Mindig bemutatjuk tanítás során ezt az eredeti cikket. Ez a folyóirat ma is megjelenik, így néz ki, a legutóbbi, ez októberi szám. A Bolyai Intézet könyvtára az egyik legfőbb támpont a Szegeden dolgozó matematikusok és a hallgatók számára, amely nagyban hozzájárul tudományos karrierjük sikerességéhez. Vannak persze olyan oktatóink, akik inkább az oktatás felé orientálódnak, és hát a publikációik is inkább didaktikai jellegű, de a kutatás, az oktatóink többsége nagyon aktív a kutató munkában, és nagyon jó folyóiratokban publikál. Az oktán kívül is, nagyon jó folyóiratokban. Könyveket jelentetnek meg, tehát tényleg nem panaszkodhatunk ezen a téren. Nagyon, ezt visszaigazolják azok is, hogy milyen konferenciákra hívják meg őket előadni. Tehát nagyon sok oktatónkat, nagyon sok hangos konferenciára hívják meg vezető előadónak. A Bolyai Intézet dolgozóinak mindig szívügyük volt a könyvtár fejlesztése. Közösen dolgoznak az akta folyamatos megjelentetésén, a pályázati források jelentős részét a könyvtári állomány gyarapítására fordítják. Ennek köszönhető, hogy a Bolyai Könyvtár az egyetem fennállása óta a legnagyobb és legjobban megszervezett tanszéki szakkönyvtár, amely megőrizhette önállóságát. A muslica, ez a kistestű légy, a genetika, az élettan és az evolúcióbiológia klasszikus, máig leggyakoribb modellszervezete. A vele kapcsolatos kutatásoknak nagy hagyományai vannak Szegeden, hiszen már a 70-es évek közepén felkeltette tudósaink érdeklődését. Napjainkban pedig egy 8000 muslica törzsből álló élő gyűjteményt gondoznak a Természettudományi és Informatikai Kar genetikai tanszékén. A közönséges vagy más néven ecet muslica a kétszárnyúak rendjébe tartozó kistestű légy. Lárvái erjedő növényi anyagokban fejlődnek, ahol mikroszkopikus gombákkal táplálkoznak. Magyarországon is gyakori, de nem csak a természetben, hanem a laboratóriumokban is találkozhatunk velük. A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar genetikai tanszékén például több tízezer példány él. Hogy miért ilyen népszerű ez a kis légy a tudósok körében? A válasz egyszerű. Most már tudjuk, hogy 14 ezer génje van. Ezeknek a géneknek körülbelül a 60%-a az emberi genomba is megvan. Tehát ilyen értelemben, hogyha mint emberi modell is alkalmazható. A legtöbbet tudunk a muslica genetikájáról az összes organizmuson belül, és hát a biológia összes kúrens problémája tanulmányozható a muslicán.
Az első muslica mutánst éppen 100 évvel ezelőtt, 1910-ben hozták létre és írták le Thomas Hunt Morgan laboratóriumában annak bizonyítására, hogy az evolúció folyamata eseményszerűen követhető. Ebben az időszakban vált a biológia leíró tudományból kísérletes tudománnyá. Szegeden a 70-es évek közepén indult meg az a munka, amelynek eredményeként a város ma a magyarországi muslica kutatás nemzetközileg is jegyzett fellegvára lett. Jelenleg a Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézete mellett a Természettudományi Kar genetikai tanszékén, valamint az Orvostudományi Karon is dolgoznak muslicákkal. A klasszikus genetika periódusán túl vagyunk, a muslica teljes genom szekvenálása után úgynevezett funkcionális genomika indult el, aminek hát ugyancsak lassan lezárul, és tulajdonképpen az élvonal a muslicakutatásnak most elsősorban az epigenetikai, tehát a nem genetikailag öröklődő változásoknak a tanulmányozásába, illetve a főként a kis RNS-ek működésének a szabályozásába, az ebben kapcsolatos dolgok vizsgálatával folyik. Ennek mind a két dolognak, az epigenetikának is, mert a kis RNS történeteknek is óriási jelentősége van például a rákkutatás szempontjából. A genetikai tanszéken 1994-ben hoztak létre egy muslica törzsközpontot, amely napjainkban mintegy 8000 törzset tartalmaz. A tenyészedények mindegyikében néhány tíz olyan légy található, amelynek egy-egy génjét megváltoztatták, elrontották. A legklasszikusabb példa az az, hogyha elrontunk egy white-nak nevezett gént, akkor a muslica piros szeme az fehér lesz innentől kezdve. Az, ami szemmel látható, ez egy morfológiai változást eredményez. De valójában, ami értékes, vagy ennél értékesebb a kutatás szempontjából, azokat úgynevezett letális géneknek hívjuk, ami hát egy olyan fajta gén, vagy egy olyan gén féleséget jelent, amit, hogyha elrontunk, kikapcsolunk az életből, akkor ennek az lesz a következménye, hogy az illető mutáns az nem tud normálisan kifejlődni, vagyis hát megdöglik, letális lesz. Letalitást a genetikus az tágabb értelemben használja, mint a hétköznapi életben használjuk. Tehát ha elrontunk egy gént, és azt eredménye, hogy az illető állatból nem lesz kifejlett szaporodóképes állat, bármikor is döglik ez meg a fejlődése során, ezt mind letálisnak tekintjük. A muslica génjeinek körülbelül az 1/5, tehát körülbelül a 20%-a változtatható ilyen letális génné, és ezek a letális géneknek még az is egy jellemzője, hogy ezek a letális génekben sokkal nagyobb arányban vannak emberi ortológok, mint a többi egyébként, hát mondhatjuk azt, hogy rovar specifikus génekben. A Szegedi Törzsközpont 12 éven keresztül összesen több százezer törzset küldött a mintegy 60 országban működő muslica genetikával foglalkozó laboratóriumokba, beleértve néhány gyógyszertárfejlesztő laboratóriumát. A gyűjtemény gondozása nagy szakértelmet igényel. A muslicák 3-4 hétig szaporodóképesek, így ennyi időközönként újabb tenyészeteket kell létrehozni. A velük kapcsolatos munkából a hallgatók is kiveszik a részüket. A genetikai tanszék gyakorlatain a muslicákon mutatjuk meg az összes genetikai szabályszerűséget a hallgatóknak, tehát muszáj, hogy megismerkedjenek a muslicával. Nagy mulatsággal tanulnak meg szüzet gyűjteni minden alkalommal is, és keresztezéseket csinálni. Tehát ez általánosan, meg hát egy csomó molekuláris munkát is megtanulnak velük. Másrészt pedig szakdolgozó, diplomadolgozó hallgatók dolgoznak itt a laboratóriumban hát folyamatosan. Néha túl sokan is talán, akik viszont hát valódi kísérleteket csinálnak, tehát ők végül is arra készülnek, hogy ők kutatók legyenek, és hát ebben nincs kímélet, itt jó kísérletet kell csinálni, tökéletes kivitelezéssel. A muslica genetika eszköztára az elmúlt évtizedekben jelentősen bővült, a muslicával dolgozó kutatók száma meghaladta a 15 000-et. A géneket ma már célzatosan és többféleképpen tudják elrontani, kikapcsolni, kicserélni, kivenni vagy visszatenni. Mindezek fantasztikus, soha nem látott lehetőségeket biztosítanak a tudomány és a leendő tudósok számára.
A lézerről sokaknak a fantasztikus filmekben vagy a számítógépes játékokban szereplő fegyverek jutnak eszébe elsőként. Pedig a lézerek ma már ott vannak az élet minden területén, a műszaki berendezésekben, a gyógyításban, az iparban pedig a különféle anyagok megmunkálásában hasznosak. A lézerrel kapcsolatos kutatásokban a Szegedi Tudományegyetem munkatársai élen járnak. Jól példázza ezt az optikai és kvantumelektronikai tanszék Tevati lézerlaborjában folyó munka. A lézerek az Einstein által 1917-ben megjósolt indukált emisszió útján állítanak elő különleges tulajdonságú fényt. Az egyidejű fény koherens, nagy úthoz különbségek esetén is alkalmas interferencia keltésére. A keskeny és nagyon kis széttartású nyaláb energiája kis térrészben koncentrálódik. Az első lézert az amerikai Theodore H. Mayman fejlesztette ki 1960-ban. Nem sokkal ezután Szegeden is megkezdődtek a lézerrel kapcsolatos kísérletek, kutatások, mérések. A Tudományi Egyetemen meglévő kísérleti fizika tanszék egykori vezetői, Budó Ágoston és Kecskeméti professzor az úgynevezett spektroszkópiával és lumineszenciával foglalkoztak, és ebből a lumineszenciás kutatásokból nőtt ki tulajdonképpen aztán a lézeres kutatási irány. Az akkoriban megjelent néhány akkor fiatal kollega, elsősorban Rácz Béla Borzsolt nevét kell megemlíteni, akiknek köszönhetően igazán ez a lézeres kutatás irány mondjuk nagy lendületet vett. Aztán később ez a csoporthoz csatlakozott a Szabó Gábor, a mostani rektorunk, és a Szatmári Sándor, akinek a nevét esetleg érdemes megemlíteni. Mindez a 70-es évek végén, 80-es évek elére tehető, már úgy értem, hogy 80-es évek elére tehető a szegedi lézeresek azok az időszak, amik a szegedi lézeresek nemzetközileg is igazán nagy és komoly hírnévre tettek szert. A 80-as évek második felétől a szegedi kutatók érdeklődésének középpontjába az ultrarövid lézerimpulzusok kerültek, amelyeket festéklézer alapon állítottak elő. Egy festéklézer segítségével kiválóan szemléltethető a lézerek általános működési elve. Egy speciális lézert raktunk össze, ami egy festéklézer, de az elvet ez nagyon jól szemlélteti. Lézerekhez néhány úgymond egyszerű dolog kell egy pumpa, ami most egy másik lézer, ami már ezt a folyamatot, amit most bemutatunk, megvalósítja. Ez adja majd a pumpálást. Itt különböző tükrökön vezetjük végig, itt a fényerőséget csökkentjük, egy szóró lencsével kitágítjuk a nyalábot, majd egy henger lencsével egy kis fénycsíkot fogunk erre a küvettára fókuszálni, amiben az úgynevezett lézer közeg van. Ez egy spéci festék, ami szereti, hogyha ezzel a zöld lézerrel gerjesszük, és akkor ő egy ilyen narancssárgás fényt fog majd kibocsátani. A lézer működési elvét ezzel jól tudjuk szemléltetni. Van egy pumpa, ami egy lézer közeget pumpál, ezt gerjeszti, majd amikor gerjesztésből visszajut ez a fény alapállapotba, akkor egy rezonátort fogunk összerakni. A rezonátor tulajdonképpen két tükörből áll, amelyik közül az egyik áteresztő, itt van egy rendes tükör, itt pedig egy üveglapot tettünk be egy tükörtartóba, ez lesz az úgynevezett félig áteresztő tükrünk. Hogyha ezeket beállítjuk, akkor a lézer megfelelően beállítjuk, akkor ebben a lézer közegben a fény az oda-vissza fog ugrálni, úgymond rezonálni, és miközben oda-vissza jár, állandóan erősíti ez a pumpa. Itt azért fontos, hogy minél kisebb rezonátort hozzunk létre, mert egy pumpa impulzus alatt a fény az ugye nagyon gyors, nagyon sokszor át tud menni egy ilyen felvillanás alatt a pumpának a közegen, és akkor nagyon sokszor meg tud erősíteni, és majd itt az ernyőn egy intenzív foltot fogunk látni. A lézertechnikában az utóbbi években bekövetkezett nagy fejlődés eredményeképpen ma már előállíthatók olyan lézerimpulzusok, amelyek segítségével lehetségessé vált az elemi jelenségek kísérleti vizsgálata.
A kezdetben festék és gázlézerek kutatásával foglalkozó szegedi lézeres csoport érdeklődése a festék, excimer és szilárd testlézerekkel előállított ultrarövid impulzusok terjedése, nem lineáris optikája és alkalmazásaik felé fordult. A 90-es években ismételten újabb fiatal kollégák, például én magam is akkor léptem be, 80-es évek végén, 90-es évek végén a tanszékre, akkor megint csak egy újabb fordulatot vett ez a kutatási irány, elkezdtünk a nagy intenzitások felé elmenni, nem csak az, hogy rövid impulzus, hanem hogy nagy intenzitású legyen az impulzus. Nagy intenzitás úgy lehet elérni, hogyha viszonylag rövid impulzus időtartamban relatíven nagyobb energiát próbál az ember bele préselni időzőjelben, ekkor az impulzusnak a csúcsintenzitása meglehetősen nagy lesz. Mára ez a kutatási irány a szegedi tanszékeken kicsit ketté ágazott, tehát jelenleg két nagy intenzitású lézerlaboratórium van a szegedi tanszékeken, az egyik a kísérleti fizika tanszéken, a Szatmári professzor által vezetett HIL laboratórium, ott ultraébolya fényű lézer impulzusokat állítanak elő 5-600 femtoszekundum hosszúságban. A másik pedig az a laboratórium, amiben most vagyunk, ez a Tevati laboratórium, ahol 800 nanométeren, azaz infravörös tartományban működő lézerimpulzusokat állítunk elő 20 femtoszekundum hosszúságban. A 2000-es évek elején épült meg a terrawatt csúcs teljesítményű titán-zafír lézerrendszer a Tevati. Ezzel a régióban egyedülálló berendezéssel lehetőség nyílt a nagy intenzitású lézeranyag kölcsönhatás elemi folyamatainak nagy időfelbontású kísérleti vizsgálatára. A munkálatokba a fizika alapszakos és a mesterképzésben résztvevő hallgatók, valamint a doktoranduszok is bekapcsolódnak. A Tevati laborban lefolytatott kísérletek nyomán született tudományos diákköri dolgozatokkal az elmúlt 10 évben mindig az országos első 3 helyezett között szerepeltek a hallgatók. A kutatásoknak az adhat majd újabb lendületet, ha útjára indul az ELI projekt, vagyis az Extreme Light Infrastructure, amely révén Szeged kiemelt helyszíne lehet az európai lézeres kutatásoknak. Alapvetően egy kutatási intézmény jön létre, ami 3 helyen üzemel. Ez egy kutatási intézmény, ez az ELI maga, a 3 helyszín pedig Prága, Szeged és Bukarest. A prágai helyszínen, a prágai úgymond telephelyen ott egy olyan lézerrendszert építenek majd fel a kollégák, ahol aminek a segítségével azt mondjuk, hogy elektronokat tudnak majd gyorsítani, ionokat tudnak majd gyorsítani, és ezekkel a gyorsított ionokkal, elektronokkal, valamint a létrehozott röntgen korrelens röntgensugárzással végeznek majd el kísérleteket. A bukaresti helyszínen olyan kutatási infrastruktúra létesül majd, ahol lesz két nagy lézer, valamint egy lineáris gyorsító, és ezen 3 nagy eszköz segítségével úgynevezett fotonukleáris fizikát végeznek majd, tehát azt nézik, hogy a nagyon erős lézer és a nagyon erős gammasugárzás, ami a gyorsítóból jön, ezek kölcsönhatásával hogyan lehet magfizikát csinálni. Szegeden létrejövő lézerrendszer az egy olyan lézerrendszer lesz, ami a másik kettővel ellentétben nagyon-nagyon rövid fényipulzusokat tud majd kibocsájtani magával. Nagyon rövid, az azt jelenti, hogy attoszekundumos. Az attoszekundum az 10^-18 másodpercet jelent, tehát ez végtelenül kicsiny időtartalmat jelent. A minden tekintetben európai léptékű, modern kutatási berendezés óriási lehetőségeket rejt magában a Szegedi Tudományegyetem hallgatói és kutatói számára. A szegedi lézeres kutatásokba betekintést nyert hallgatók előtt eddig is komoly lehetőségek álltak, az ELI révén pedig a legjobbak helyben, vezető nemzetközi kutatóintézetben alapozhatják meg a jövőjüket. Önök a Szegedi Tudományegyetem Innovízió című műsorát látták. Köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Tudományos magazinunk 2 hét múlva újabb 3 jelentős eredmény bemutatásával várja majd Önöket. Viszontlátásra!
készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából, a tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen program keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.